két nap alatt top teljesítményt kell nyújtanunk. Mindenfajta fáradtság egyébként a fejekből ilyenkor kimegy, és az adrenalin elnyom mindent, úgyhogy hála Istennek ebből is már van rutinunk, egy bevált praktika szerint és egy bevált út szerint készülünk ebbe is. Mindenki próbál hozzátenni nem csak a kézilabdán, hanem a pályán kívül is. Nagyon nagy hiba lenne a részünkről, hogyha a Vipers-t úgy vennénk, hogy kétszer legyőztük, és ez jön harmadszor is. Ügyelek erre, hogy ez ne üljön be a fejekbe. Nem lesz egy nagyon-nagyon olyan gyors mérkőzés, mint amilyet a csoportmeccsek alatt vívtunk. Talán szép se lesz, de hogy nagy küzdelem lesz, az biztos. Ugye a Rostov az orosz kézilabda ötvözve nyilvánvaló az Ambrosnak az iskolájával, amit azért tényleg, ha valaki, én nagyon jól ismerek. A meccs egy picit fekete ló, hiszen ha jó napjuk van, akkor nagyon-nagyon komolyan elállásra késztetnek mindenkit, nem véletlen verték meg a Rostovot is Rostovba, úgyhogy arra is igyekszünk felkészülni, hogyha vagy ebben, vagy avval játszunk, ne legyenek ismeretlenek. Igen, játszottunk velük, de ugye ők is játszottak velünk, tehát igazából ők is tudnak kiindulni ebből, mi is tudunk kiindulni ebből. Azt gondolom, hogy nagyon jó felkészülés volt ez a bajnokság, meg tényleg ez a Magyar Kupa, meg ugye a BL sorozat, úgyhogy azt gondolom, hogy jók leszünk. Biztos, hogy jobb, hogy sikerült megnyerni ugye a Magyar Kupát, meg ugye a bajnokságot is tudjuk most már hátunk mögött. Biztos vagyok benne, hogy azért most egy kicsit felszabadultabban fogunk menni. Nyilván örülünk, hogy ott lehetünk, de azért ez várható volt. Én azt gondolom, hogy ott kell lennünk nekünk, úgyhogy, de egyébként jó hangulattal megyünk. Az előző években is már volt szerencsém itt a Final Four-ban tevékenykedni. Volt egy kitalált rendszerünk, hogy a két mérkőzés után hogy tudjuk regenerálni a játékosokat. Erre mi már gőzerővel készülünk, olyan különleges dolgokat is tudunk igénybe venni, mint a jégkarma, mint a regeneráció, a vasárnap délelőtti aktív regenerációban, abban egy pici kondi, egy jóga, egy kis nyújtás, tehát azért megvannak azok a praktikák, amivel készen állunk, hogy győztesen tudjuk megvinni ezt a két csatát. Van egy egészséges heti ciklusunk, és akkor abban vannak ilyen kis modulok, amiket mi az aktuális helyzethez még felelően egy kicsit hozzáteszünk, egy kicsit elveszünk, és ami a kulcs, hogy ezek a lányok, ezek vérprofi hölgyek, és ők teljesen tisztában vannak, hogy az ő szervezetüknek mi jó. The most important is to focus on the first match. What will come in the second match, we don't know, or what it will be. I think the most important for us is to focus on the first match and perform as well as we can in this match. And then after we just come what may come. You know, we know. If we're supposed to be able to win these matches, we have to perform at our best and our top level, and this, of course, demands a lot from us, and it will be really hard, but of course it's really fun to be, and it's a really good atmosphere, and so I hope it will be a good weekend. I am sure that the matches will be really close and tough. Before we have played, it's been really physical, it's been really hard for the body, and it's been a lot of contact and power in the matches, and I am sure now it will be the same.